2018. január 1-től az 5%-os áfakörbe tartoznak a fogyasztási célú halak, a házi sert és vágási melléktermékei és a belsőségek, valamint az éttermi szolgáltatások és az internet is. A két gyermekeseknek segítség, hogy a szülők adókedvezménye 35 ezer forintra emelkedik. A jelzálók hitellel rendelkező családok a harmadik és minden további gyermek után 1, 1 millió forintot leírhatnak tartozásukból, valamint a diákhitel tartozással rendelkező nőknek két gyerek esetén a tartozás 50, három vagy több gyermek esetén pedig az adósság 100%-át elengedik. Az ingatlanokat kiadók is örülhetnek. A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint kevesebb járulékot kell fizetniük azoknak, akik kiadják lakásukat. A bérbeadásból származó 1 millió forintot meghaladó jövedelme után senkinek nem kell 14%-os egészségügyi hozzájárulást fizetni, mindössze 15% SZIA terheli az ingatlan kiadást. Az évi általánydíja továbbra is 38.400 forint szobánként. Az intézkedés 3 milliárdot hagy a lakáskiadóknál. Az adóbevallást is több változás érinti. Megszűnik a munkáltatói adó megállapítás, a magánszemélyek már csak kijavítani vagy kiegészíteni tudják az adóhivataltól kapott tervezetet. Az őstermelőknek is segít ezen túl a nap, így ettől az évtől már csak az egyéni vállalkozók azok, akiknek egyedül kell elkészíteniük az adóbevallást. További változás, hogy január 1-től az egyházi 1% automatikusan átutalásra kerül annak az egyháznak, amelyeknek előző évben történt az utalás mindaddig, amíg az adózó meg nem változtatja ezt egységessé válik a SOCHO, az EHO és az ECHO mértéke is, mindegyik 19,5 ra módosul. Ez közel 200 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál. 2018-tól már az ügyvédi irodák is választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját, vagyis a katát. Viszont már nem minősül főállású kisadózónak az a magánszemély, aki nappali tagozatos hallgatóként tanulmányai mellett vállalkozói tevékenységet folytat így ő a közteher fizetési kötelezettségét 25 ezer forintos adótétel megfizetésével teljesítheti. A kisvállalati adó mértéke 13%-ra csökken. Ez az intézkedés 15 ezer céget érint, akiknél így közel 2 milliárd forintot hagy a Nemzetgazdasági Minisztérium.